Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, tartsatok velünk, van egy új masinánk, egy Toyota Corolla Verso, 2007 6. havi, szuper jó kis családi autó, óriási hely van benne, variálható hátsó üléssorra, és egy 136 lóerős, 2.2-es D4D dízel Toyota motor van benne, ami normálisan szépen jár, egészségesen dolgozik, és jól is megy. Jó lenne, ha tudnám, hogy hol van, mert itt volt előbb, itt van. Az aksi az 21-es, odaírta a szaki, amikor beleszerelte. Amúgy pedig itt látjátok, hogy halljátok is, hogy szépen ketyerészik ez a dízelmotor, és ki is fogjuk próbálni ezt a masinát, tehát megyünk vele egy rövid próbautat, ahogy szoktuk. Van két darab nagyon szép tiszta lámpánk, kötfényszóron két oldalon, és elől-hátul látunk ilyen pöttyöket a lökhárítóba, tehát tolató szenzorok vannak elől-hátul, pittyeg előre-hátra, tehát parkolás segítő rendszer így van benne. Esőérzékelős ablaktörlő, és egy szép ezüst metál szín. Toyota a márkajelzésű gyári alufelnik vannak az autón, és ezeken a felniken ugye nyári gumiszettet fogtok találni. Hátul is a lökhárítóban a érzékelő, és itt van benne ajándék nektek, méghozzá egy téli gumiszett van benne, ez csak gumi, de szerintem föl lehet rárakni, még elég normális jó mintázata van, ez még valameddig használható. Ugye, és a ülések ugye dönthetők, már is mutatom nektek, hogy lehet ezt ledönteni, elcsúsztatni, mert hogy lehet olyat is csinálni vele, hogy megfogjuk az ülésünknek itt az alján lévő kis kart, és akkor el tudjátok így húzni, így, és lehet akkor szűkíteni, nagyobbítani az utasteret, itt magasabb embernél ugye hátrább toljuk, ha sok mindent viszünk, akkor pedig előre, amúgy pedig, ha meghúzzuk ezt, akkor itt szépen elcsúszik az egész a sinen. És több szögben is megállítható, tehát lehet alvóra tenni, meg derékszögűbe, meg egyebek. Itt a srácok is kényelmesen ücsörögnek, hátul itt van velem Feri Peti kollégám, akik mindig velem tartanak. Van benne függöny légzsák, elő légzsák és ugye oldal légzsák. A tükör sötétedik, ha már éppen arra nézek. A belső tükör, 4 darab elektromos ablakot szereltek bele a gyártók, vagy a vásárló kérésére. Bioszloptól hátrafelé kapott egy erősebb sötétítést az üvegezése az autónak. Szervizelt találtam benne itt például egy 2020 4. havi 116 ezres olajcserét is, amit a szaki odarakott, és itt látjuk a súlytábláját, majdan nyomok egy gombot előre is, ez is szépen megy. Na nézzük, mi van itt még, pohártartó benne, vagy üvegtartó, vagy kulacstartó, vagy bármilyen tartó az oldalkárpitban, normális, szép az első ülés, ami ugye állítható magasságú könyök támasszal kérték, és akkor ugye az oszlop is állítható, kormány oszlop, ami így né, kibe, le, föl, aha, 4 irányban állítható, elektromos tükrök, azt mondja ez a zene, amin beszélgető műsor megy, nincs betáplálva ide semmi, ezt nyomtam be én, mit tudom én, Michael Jackson is énekel velünk. CD rádió van benne, digitális automata klíma, 6-os kézi váltó. Szerintem ez egy kulturált, normális állapotú. Tempomatos a gépünk, ott fönt a kis zöld lámpa megjelenik, hogy én tempomatozni szeretnék. Amúgy pedig 142.280 km futású az autónk. Könyöktámasz felhajlik, mind a kettő külön-külön. Itt van velem Concerto, van nála egy darab Toyota kulcs íme, ez már így kezelhetős ő, a másik pedig ott van benne, megvan mind a kettő. Szóval van egy ilyen kis gombunk, egy ilyen start-stop gombunk, ezt megnyomjuk, akkor minden megszűnt, kihúnyt, és akkor megnyomjuk még egyszer. Azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben van, már csak a kéziféket kell kiengednünk, és mehetünk is vele.
ide kiállunk. Itt vannak a függvénylégzsákok. Két darab rekeszünk van. Egy, kettő. És még piros a lámpa, úgyhogy mutatom nektek. Itt a műszaki vizsga adatlapja. 2007 6. havi. Alvásszám. Pontos műszaki vizsga vége. 25. 6. hó 30. Amúgy az autó Olaszországból jött be, a szervizkönyve is olasz, majd mindjárt visszagurigáztunk, akkor megmutatom nektek. Le van fotózva az alja is, látni fogjátok, hogy tökéletes állapotú az alja 2007-es autónak. Hát ez annak köszönhető, hogy ott túl sokat nem vizesedett szegény autó, vagy hát nem tudom, az emberek se, meg se hó, se só, meg semmi se. Úgyhogy ez le is fotózástuk, és meg tudjátok nézni ezt a képet is alulról, nem kell ide jönnötök alá feküdni. Amúgy jól megy, jó a fogyasztása, könnyű a kuplungja, normálisan lehet vele rakosgatni a sebességeket, előre-hátra. Azt a 6 darabot, amit ugye találtunk benne. Tulajdonképpen így végigértünk volna ezen a kis rövid próbaúton. Ide beállok a híd alá, majd ide szépen leparkolunk nektek valahová. És közben még nem megyek be, hogy legyen fény, mert megmutatom nektek itt az autónak a szerviz füzetét. Látjátok, hogy ez egy olasz szervizkönyv, és azon is rajta vannak itt az adatok. És 2007. június 13-ai, és itt vannak a gyári adatai ennek a járgánynak, úgyhogy biztosak lehettek benne, hogy ez egy Olaszországba behozott abszolút korróziómentes járgány. Na, ez lett volna Corolla Verzónk, ez a családi autó, ez a jó kis dízel motorra, alacsony fogyasztása, nagy nyomatéka, 6-os váltóval, szép ezüst metál színben vár benneteket az M3 autópark. Így néz ki sötétben, jól néz ki mi. Na jó, hát köszönöm szépen, ez lenne akkor a vége. Nyomjátok ezt meg, iratkozzatok fel a csatornánkra, a viszontlátásra.